A NAV segíti az adózókat a személyi jövedelemadó bevallások elkészítésében. Így új felületet hoztak létre online, mondta stábunknak a Baranyai sajtóreferens. Az EIC a felület megújítása és felhasználó barátabbá tétele sokban segítette az adózókat a bevallási tervezet, illetve a bevallás adatainak értelmezésében, illetve a bevallás elkészítésében. Azonban a bevallási időszak tapasztalatai nem csak a hivatalnak nyújtottak segítséget, hanem az adózóknak is nagyon sok hasznos információt tartalmaznak a jövőre nézve. Ez alapján több probléma is kiderült, mondja Barlai Krisztina. Legtöbben még mindig abban az esetben fordulnak az adóhivatalhoz, hogyha az év közben nem érvényesített kedvezményeiket szeretnék érvényesíteni. Továbbra is problémát jelent a családi kedvezmény összegének a meghatározása, és gyakran előfordult a dupla igénybevétel is, tehát ezekben az esetekben, amikor az apuka vagy az anyuka is igénybe vette ezt a kedvezményt, akkor sajnos a bevallásban szembesültek azzal, hogy duplán vették igénybe a kedvezményt, és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. Figyelni kell arra, hogy jól adják meg a szükséges időpontokat, csatolják a megfelelő dokumentumokat, például a kedvezmények igénybevételénél. 30 év alatti anyák kedvezményénél pedig nagyon fontos volt az időpont, kezdő időpont meghatározása, valamint az összeg meghatározása, ez is problémákat okozott. A személyi kedvezménynél mindig arra kell figyelni, hogy a megfelelő dokumentumokkal rendelkezzen az adózó. Tehát egy egyszerű orvosi lelet vagy egy időpontnak a meghatározása felülvizsgálatra nem biztos, hogy elegendő a kedvezmény igénybevételéhez. Az adóhivatal tapasztalatai szerint a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a kriptoeszközök értékesítése és az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek bevallása miatt személyes vagy telefonos tájékoztatást kérők száma. Azok az egyéni vállalkozók, akik az SZIA bevallás általányadózó és vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti sorait is kitöltötték, meg sokszorozták az adófizetési kötelezettségüket. Ezért hibajavításra felszólító értesítést kaptak. Voltak vicces esetek is a NAV ügyfélszolgálatain. Az idei bevallási szezonban volt egy nagyon kedves történet is. Egy kedves öreg úr hívta föl a hivatalt azzal a kéréssel, hogy diktáljuk be neki a labor leleteinek a részleteit, hiszen az adóhivatal az ügyfélkapunk keresztül mindent lát. Előfordult olyan eset is, hogy a családi kedvezményhez szükséges adatok megadásakor a szülők hirtelen zavarukban még a gyermekük nevét és születési időpontját is elfelejtették, de ezekben a helyzetekben is volt megoldás. A NAV ügyfélszolgálatainak, valamint a 18-19-es infovonal munkatársai az év minden munkanapján fogadják az ügyfeleket, az adózással kapcsolatos kérdéseket.